Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Gyógyszeres infúziódagoló, pumpák, monitor. Az Országos Kórházi Főigazgatóságtól 7 korszerű invazív lélegeztetőgépet, központi monitorokat és infúziós pumpákat kapott a Szent Erzsébet Kórház. Minden negatív rekord megdőlt, maradnak a járványügyi korlátozások. Az idei húsvéti dekoráció a körforgalom ékelet Jászapátin. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. A COVID-járvány kezelésének harmadik hulláma jelenleg minden kórházra jelentős terhet ró. Jászberényben a főigazgató szerint a jelenlegi kapacitás mellett jól el tudja látni a feladatát a Szent Erzsébet Kórház COVID-osztálya. Mind humán erőforrásban, mind a védekező eszközök tekintetében. De nagy előrelépés, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóságtól csütörtökön délután 7 korszerű invazív lélegeztetőgépet, központi monitorokat és infúziós pumpákat kapott a Szent Erzsébet Kórház. Ezek gyógyszeres infúziódagoló pumpák, monitor, ez még egy központi beteg monitor, ahol gyakorlatilag mondom, kórteremben van 58 beteg, és akkor gyakorlatilag a pultnál kívül, ez a kórteremben kívül is látja az összes paraméterét. Gyors szemle a Jászberényi Kórház igazgatóságán, ahol az eszközpark bővült, segítve az egyre jelentősebben leterhelt COVID-osztály küzdelmét a súlyos lefolyású vagy intenzív ellátást igénylő esetekben. A felsorolásban látható, hogy pontosan mi érkezett az Országos Kórházi Főigazgatóságtól március 18-án. Ebből talán a legfontosabb az a 7 invazív lélegeztetőgép, mely a mélyaltatásos, súlyos tüdőgyulladásos COVID-betegek ellátására érkezett. De találunk a listában betegőrző és központi monitort, a hatékonyabb megfigyelés érdekében, illetve infúziós pumpákat is. Folyamatosan hírt adunk az eszköztárak növekedéséről, és ezúton is szeretném megköszönni főigazgató úrnak, hogy helyettes államtitkári pozíciójából, kapcsolatából eredően Jászberény ezeknek az eszközeknek a felkészültségében és felszereltségében folyamatosan fejlődni és növekedni fog. Ránk fér, köszönjük szépen, úgy gondoljuk, hogy a mai nap megnyugtató lehet minden jászsági beteg számára, ahogy növekszik a betegszám, úgy erősödik a Jászberényi Kórház felszereltségében és minden tekintetben. Ez számunkra kiemelkedően fontos, és biztos vagyok benne, hogy semmi olyan eszköz, ami a jászsági emberek ellátását, gyógyítását illeti, az a kormány részéről hiányt nem fog okozni. Minden támogatást meg fogunk kapni, hiszen ma az egészségügy, az oltás, az emberek védettség, az emberek gyógyulása mindenek előtt a legfontosabb. A kórháznak alapesetben 6 COVID intenzív ágyat kellene fenntartania, ezzel az eszközfejlesztéssel viszont jelenleg már 27 lélegeztető gép és elegendő ellátó személyzet áll a rendelkezésükre. Én azt gondolom, hogy a kórház megfelelőképpen előkészült. Hála azoknak a folyamatos szállítványokat, amit az Országos Kórház Főigazgatóságtól kapunk, meg tudunk felelni a jelenlegi kihívásoknak. Bízunk benne, hogy a járvány olyan szinten tud maradni, amiben eleget tudunk tenni az eddigi kérdéseknek. Dr. Csiki Zoltán, a kórház főigazgatója szerint napi egyeztetés folyik a kormány jászsági képviselőjével az egészségügyi helyzetről és a felmerülő igények teljesítéséről. Megfogalmazása alapján stabilan és megbízhatóan tudják ellátni a covidos betegeket Jászberényben, a terhelés egyre nagyobb nyomása mellett is. Egyre nagyobb a terhelés, egyre több beteg érkezik hozzánk, nem csak a jászságból, hanem a jászságon kívül is kell fogadnunk betegeket. Természetesen a szakdolgozók és orvosok is azon vagyunk, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk ellátni a betegeket. A sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy a harmadik hullám jelenlegi állapotában az országos szint alatti a jászberényi betegellátás terítettsége, de ez napról napra változik. Évek óta igyekszik a jászapáti önkormányzat az ünnepköröknek megfelelően díszíteni a városközpontot. Az idei húsvéti dekoráció is a körforgalom éke lett. A polgármesteri kabinet munkatársainak köszönhetően óriási hímes tojásokkal és szekéren utazó színes nyuszikkal is találkozhatunk. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Minden negatív rekord megdőlt, maradnak a járványügyi korlátozások. A Berényi Kórházban alakítottak ki oltópontokat. Új házi orvos érkezik Jászberénybe.
több lopás gyanúsítottját is elkapták a rendőrök. Rövid híreink következnek. Ma hatályban lévő korlátozó intézkedések változatlan formában fennmaradnak, a hétfőtől számítva még egy hétig biztosan. Ennek az az oka, mondták ma reggel a szakemberek, hogy rekordokat döntöget a harmadik hullám. A miniszterelnök péntek reggeli rádió interjúját követően megjelentek a hivatalos adatok is a koronavírus tájékoztató portálon. Eszerint 10.759 állampolgárnál regisztrálták az új koronavírust egyetlen nap alatt. Immár 550 ezerhez közelít a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma hazánkban. Egymás után harmadik napja dől meg a napi halálozás szomorú rekordja. Péntek reggelre 213-an hunytak el. 18 ezerhez közelít a járvány egy évvel ezelőtti kezdete óta meghaltak száma. Már 10.264 koronavírus beteget ápolnak kórházban, közülük 1174-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltások számának növekedése jelenti a legfontosabb védekezési eszközt. Amikor a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót, akkor jutunk el oda, hogy minden 65 év fölötti regisztrált, saját magát regisztrált ember be van oltva, és az lesz az a pillanat, amikor az oltások számának alakulásának függvényében meg lehet kezdeni az újraindítást. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása zajlik elsősorban. A következő napokra ehhez a házi orvosoknak átlagosan 10 fő oltására elég AstraZeneca vakcina jut. További 44 idős ember tudnak kórházi oltópontokra szervezni, ahol Sputnik és Pfizer oltóanyagok vannak. Tudhattuk meg a koronavírus.gov.hu oldalról. A Covid járvány védelmi intézkedései között az egyik fontos szabály, hogy a kórházakba, így a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba sem lehet, csak az egykapus beléptetéssel bejutni. Ennek különös jelentősége van akkor, amikor az eddig legnagyobb vehemenciával támad a harmadik hullám, és folyamatosan érkeznek a helyi oltópontokra a lakosok. Helyben Pfizer, AstraZeneca és Sputnik vakcinák állnak rendelkezésre, melyeket mondhatni 100%-os részvétel mellett 4 korteremben adnak a behívottaknak. Nagyon együttműködőek a betegek, közel 100%-os oltást tudunk biztosítani. Akiket behívunk, azoknak nagyon nagy része megjelenik, sőt, szinte mindenki. Maradék oltóanyag nincsen, ha véletlenül bontunk egy ampullát, és előfordul, hogy ugye mondjuk valaki nem oltható és nem kaphatja meg, akkor a maradék oltóanyagot felhasználjuk kórházi bentfekvő betegeknek, illetve egészségügyi dolgozóknak. Fontos információ, hogy a kórházon belül tájékoztatónyilak jelzik az oltópont helyét, mely a belgyógyászati osztályon található. Jászberény házi orvosi körzeteibe hosszú évek óta keresik az ellátást felvállaló szakembereket. Budai Lórán polgármester a napokban televíziónk stúdiójában beszélt arról, hogy várhatóan még ebben az évben új házi orvos érkezhet az ötös körzetbe. 2010 óta probléma ez a városban, orvosi hiánnyal küzdünk. Háziorvos hiányjal is küzdünk, ezért örültem, hogy megkerestek és elindult egy folyamat. A kellő dokumentumok beszerzése után kerülhet sor ötös háziorvosi körzet praktisának betöltésére. Ez is folyamatban van, ezt is intézzük, és bízom benne, hogy egy mielőbbi kezdés, ez szerintem a nyár ősz elején ez bekövetkezhet. Hozzátette, időközben egy másik orvos is érdeklődött a jászberényi lehetőségek iránt. Ezek az egyeztetések folyamatosak, én azt gondolom, hogy ebben is tudunk nagyot előrelépni, és ezzel is levéve egy nagy terhet a házi orvosok válláról is, és egy nagy segítséget adva a városlakóinak. Egy jászteleki lakos tett bejelentést a rendőrségen, hogy március 13-ára virradó éjszaka valaki ellopta a háza előtt álló kocsiját, igaz, abban benne volt az indító kulcs is. Még aznap Jászapátiról is érkezett bejelentés, hogy egy balesetet szenvedett autós a járművét az utcán hátrahagyva távozott a helyszínről. A rendőrök gyorsan megállapították, hogy az ellopott jármű azonos a hátrahagyottal. Az adatgyűjtés után hamar megtalálták a 25 éves feltételezett Jász Jákó halmai elkövetőt. Március 14-én és 15-én kétszer is betörtek egy jászapáti kertészetbe, ahonnan tujákat és rózsatöveket loptak. A rendőrök mindkét esetben néhány óra alatt elfogták a feltételezett elkövetőket. A jászberényi rendőrkapitányság lopásbüntet elkövetése miatt folytatja az eljárásokat. Továbbra is megtalálható a Jászsági Térségi TV közösségi oldalán a televíziónkról szóló online kérdőív.
Kedves nézőink, kíváncsiak vagyunk véleményükre. Kérjük, szánjanak rá néhány percet, és az összes kérdésre válaszolva töltsék ki felmérésünket. Jászberényből és a Jászság minden településéről egyaránt várjuk válaszaikat, amivel segíthetnek programjaink megvalósításában és a minőség fejlesztésében. Köszönjük idejüket és támogatásukat! Évek óta igyekszik a jászapáti önkormányzat az ünnepköröknek megfelelően díszíteni a városközpontot. Az idei húsvéti dekoráció is a körforgaloméke lett. A polgármesteri kabinet munkatársainak köszönhetően óriás hímes tojásokkal és szekéren utazó színes nyuszikkal is találkozhatunk. Kedden délelőtt szorgos kezek tüsténkedtek, hogy a jászapáti körforgalom ismét ünnepi köntösbe várja a közelgő húsvétot. A korábbi években már megismert nagy hímes tojások és a közöttük ugráló, díszes ruhába öltöztetett nyuszik jelzik, hogy a katolikus egyház legfontosabb vallási ünnepe, a néphagyományban is kedvelt retró locsolkodós, s manapság tojáskeresős ünnepünk már itt toporog a kertkapuban. A körforgó ünnepi díszítése oda vonzotta a Margaréta óvi néhány csemetéjét és a rájuk vigyázó óvónéniket, akik maguk is segítkeztek a dekorációk elkészítésében. Mindenképpen megismertetjük a gyerekekkel a hagyományt, tehát hagyományőrzés működik az óvodákban. Elmeséljük neki, képek alapján megmutatjuk, hogy régen hogyan történt ez a locsolkodás. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb családban van ennek hagyománya, ezért fontosnak tartjuk, hogy az óviban megismerkedjenek ezekkel a hagyományokkal. El is szoktuk játszani ezt a locsolkodást, a kisfiúk játékosan meglocsolják a lányokat, verset tanulunk, mondókákat tanulunk, rengeteg kézműves dolgot készítünk, most is a óvodában maradó óvónéni készítik a dekorációkat, és az itt látható nyuszikat is ez az ügyeskező Daduska néni készítette, aki most minket elkísért. A lurkók az óriás tojásokat mérték össze saját pöttöm termetükkel, és kedvesen csodálkoztak rá a színpompás nyuszi seregre, mely elfoglalta a körforgó füves területét. Közben egyre több érdeklődő szempár merészkedett közelebb a húsvéti hangulathoz. Mi lesz húsvétkor? Mit szoktatok csinálni mamával? Mamival szoktuk keresni a tojásokat, meg ilyeneket szoktunk csinálni. De jó, és a nyuszikkal hogy vagy ilyenkor húsvét idején? A nyuszik azok elrejtik a tojást. A nagylány már óvodás, így az óvodások se járkálnak most egymáshoz sajnos, úgyhogy most ilyen korlátoltan éljük meg sajnos ezt a locsolkódós dolgot. Ha jól értem, a szándék az megvan. Hát igen, mi őrizzük a hagyományt családon belül mindenképpen, tehát nem szoktunk eltűnni, kirándulni, meg ilyesmi, úgyhogy szeretnénk, hogyha a kicsik is tartanák ezt a hagyományt. Szerdára teljes lett az összkép, minden tervezett dekor megérkezett, így a következő hetekben, ebben a tavaszias, ünnepi díszítésben láthatjuk a jászapáti körforgalmat. Tizennégy a magyar kultúra területén kimagasló teljesítményt nyújtó egyéniség kapta meg a Magyarország érdemes művésze elismerést március 15-e alkalmából. Az elismerésben részesültek egyike Kautsky Armand, a Szolnoki Színház vendégművésze. A Szolnok TV riportja következik. Operatőr, koreográfus, balettművész, jelmeztermező, iparművész, színész, az idei érdemes művészdíj kitüntetettjei. Köztük a Szolnoki Színházba járó közönség egyik kedvence, Kautsky Armand. Nagyon jó érzés, abszolút minden díjazás, minden dicséret magamfajta ember számára, hát lételem. Ugye úgy szoktuk meg, hogy amikor csinálunk valamit, akkor rögtön kapunk egy visszajelzést ugye a közönségtől, vagy egy nevetés, vagy egy sírás, vagy egy taps formájában. Tehát nagyon fontos, hogy visszajelezzen a külvilág arra, amit teszünk. Hát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen nagy elismerés, vagy ami egy országos szintű elismerés, hát ez meg tényleg borzasztó jól esik az embernek. A művész ugyancsak színész édesapja Szolnokon kezdte pályáját, az 56-os helyi események egyik aktív szereplője lett. Ez az első, de nem az egyetlen kötődése Szolnokhoz a friss, érdemes művésznek. Hála Istennek az elmúlt években valóban jelentős részben része az életemnek Szolnok, a
nem csak a színház, hanem hát ugye a rádiónak is voltam hangja évekig, úgyhogy mindenféle kötődésem, más kötődésem is van, még akár a VOSZ gálákat is említhetném. Úgyhogy, de hát ha szűken veszem szakmailag, tehát a színházi részt, akkor az mindenképpen, hiszen az elmúlt években, most már tényleg azt mondom, hogy 10-12 évben azért nagyon jelentősen azért szakmai életem ott zajlott a színházban. Az érdemes művésszel készített bővebb interjút a Holnap reggeli Hírek Plusz című műsorunkban láthatják. A legfontosabb cél az életben az egészség megőrzése, hiszen ha ez megvan, utána már mindent el lehet érni, jegyezte meg a Magyar Szerv Átültetettek Szövetsége Jászkíséri illetőségű elnöke, amikor a nemrégiben átvett év fogyatékos sportolója díj apropóján beszélgettünk vele Fáma című műsorunkban. Berente Judit elmondta, a szerv átültetéssel egy új élet lehetőségét kapta meg, amit mindig szeretett volna úgy kihasználni, hogy azzal másoknak is segítséget nyújtson. Kaptam egy új életet, és ezzel abszolút új lehetőségeket. És amikor az ember már másodjára fut neki, akkor pontosan tudja, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. És az ember csak a fontos dolgokkal foglalkozik. Így emlékezett vissza Berente Judit arra a 25 évvel ezelőtti időszakra, amikor végstádiumú betegsége miatt életét csak a vese átültetés menthette meg. Az így kapott lehetőséget igyekezett a legjobban kihasználni. A sportéletben és a közösségszervezésben ért el jelentős sikereket. Hazai, európai és világversenyeken egyaránt érmekegész sorát gyűjtötte össze az évtizedek során. Sőt, a szerv átültetettek világszövetsége sportszervező munkája elismeréseként még a hírességek csarnokába is beválasztotta. Ki tudtam teljesedni sportolóként, ami ugye előtte a betegségem miatt nem volt lehetséges. Nagyon klassz közösségekbe kerültem bele. Ugye itt Jászkísérlen szerveztük a Külkapcsolatok Egyesületét. 2015 óta elnöke a Magyar Szerv Átültetettek Szövetségének. Az elmúlt évben elért világkupa teljesítményének köszönhetően Kanadában 3 aranyérmet szerzett sífutószámokban és biatlonban a Magyar Sportújságírók Szövetsége az év legjobb fogyatékkal élő sportolójának választotta. Engem elég váratlanul ért, hiszen bár még mindig sportolok, hiszen a szerv átültetettek versenyrendszere korosztályos, de én már 7 éve vezetem a Magyar Szerv Átültetettek Szövetségét, és igazából azt tekintem a fő feladatomnak. Az, hogy mellette ilyen sikereket értem el, én azt gondolom, hogy ez már nekem igazából csak a jutalom, és nem gondoltam arra, hogy ebben a korban még egy ilyen kitüntetést kaphatok, hogy én lehetek az év para sportolója. Szervezi, vezeti az Országos Szövetség munkáját, oktató programot indítottak a hazai transzplantáltak számára. Folyamatosan edz és készül a versenyekre, de legfontosabb célja továbbra is az egészség megőrzése. Semmi más nem kívánok már, csak egészséget, mert hogy az a legfontosabb, és hogyha az van, akkor a többi az már jön magától. A beszélgetés teljes egészében megtekinthetik az interneten a jttv.hu oldalon, valamint Facebook és YouTube csatornáinkon. Híradónk végén mutatjuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Gyógyszeres infúziódagoló, pumpák, monitor. Az Országos Kórházi Főigazgatóságtól 7 korszerű invazív lélegeztetőgépet, központi monitorokat és infúziós pumpákat kapott a Szent Erzsébet Kórház. Minden negatív rekord megdőlt, maradnak a járványügyi korlátozások. Az idei húsvéti dekoráció a körforgalom Ékeletjászapátin. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.